Kallós Zoltán néprajzkutatónak, népzenegyűjtőnek állít emléket, Szekeres Erzsébet, Magyar Örökség és Prókultúra Krisztiána díjas textilművész tárlata Székesfehérváron a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A közönséget Jakubek Tiborné, a ház igazgatója köszöntötte, akinek meggyőződése, hogy a világ az ilyen alkotásokkal szebbé, jobbá tehető. A Lélekmadár című kiállításon Spányi Antal püspök a művésznőről, mint lélekformáló alkotóról beszélt, aki a jóra és szépre, az igazra, hitre, magyarságra és emberségre hívja fel a figyelmet az arra fogékony közönségének. Az, amit Kallós Zoltán tanár úr összegyűjtött, az az emberiség közös kincse, jelesül a magyar lélek sajátja. Valami olyan érték, ami időtálló, időtlen, a változások fölött álló. Amikor ő ezeket összegyűjtötte és elénk tárta, mindannyiunk lelkében valami hasonló érzés rezonált, a szépségnek valami hasonló megtapasztalása talált otthonra. Azt hiszem, hogy ebből a fölismerésből, ebből a tapasztalásból fakad Szekeres Erzsébetnek is sok-sok műve, amely ugyancsak ugyanabból a tőből fakad, ugyanúgy színesíti és gazdagítja a világot, amely sajnos sokszor úgy tűnik, hogy elszíntelenedik és uniformizálódik. Emezek csak szegényítik a világot, azok a formák, színek, tartalmak, amelyeket Kallós Zoltán összegyűjtött, Szekeres Erzsébet megformált, gazdagítanak, szépé teszik a mi világunkat, és szépé tesznek bennünket is. A Lélekmadár című kiállítást Kovács Gergelyné kultúrtörténész mutatta be, aki a művésznő lélekmadarait a magyarság kultúrkincseként méltatta, és elmondta, a tárlat visszahozza nekünk Kallós Zoltán gazdag személyiségét, aki az emberiség közös, időtálló értékévé tette a magyar lélek sajátosságait. Itt Erzsi rengeteg lélekmadarat hímezett, festett meg, és itt legszebb, rögtön ahol majd megnyitjuk a dolgot, a Lélekmadár című gyönyörűséges varrottasa, amelyen Krisztus Urunk halálának évét visszaidézve 33 lélekmadár, mondjuk a magyarság életfáján honol. Közülük 21 férfi, mert azok feketék, középen Kallós Zoltán a legnagyobb fekete madár, és fölöttük, minthogyha kis finom csipkék lennének, fehér lélekmadarak. Én ő bennük a hölgyeket soroltam fel, Bazilides Máriától mondjuk Ferenc Éviig, akik már oda át vannak, de ennek az örökségnek voltak épp ők az átvivői. Szekeres Erzsébet arról vallott az érdeklődőknek, Kallós Zoltán nem csak mint ember volt rá nagy hatással, hanem a kiállítást ihlető Balladák című kötetét, mint Bibliáját hordozta mindig magával. Sorba-sorba jöttek elő a képek, és ez több hónapon keresztül történt, míg aztán egyszer csak leültem az asztalhoz, és mondhatom azt, hogy a Jóisten adott egy olyan segítséget, hogy elkezdtem rajzolni, és itt a hátam mögött látható a leges-legelső rajz a kőbe, ahogyan beépítve a Déva várát, ahogy építik, és ott van a kőbe zárt asszony, a kőműves Kelemenné, az volt a leges-legelső rajzom. Majd aztán utána jött sorba az egyik balada a másik után, és ahogy itt körbe tetszenek majd nézni, megtalálnak olyan balladákat, ami ugye 1973 és 78-as évben születtek, és van, ahol ilyen kis ákom-bákom írással van írva, amit én diktáltam az édesanyámnak, és az édesanyámnak a keze vonását tetszenek látni a grafikákon. A megnyitó ünnepségen Mackó Mária, Magyar Örökség díjas és Prima díjas népdalénekes működött közre. Szekeres Erzsébet a néphagyományaink máig velünk élő örökségét megjelenítő kiállítása március 31-ig tekinthető meg, hétfőtől péntekig,
9-től 17 óráig, szombaton 9-től 15 óráig a Szent Korona Galériában.